első napokat orvosi tesztekkel indítottuk, ugye ez egyébként is fontos, de most főleg a Covid utáni időszakban ez fontos lenne, hogy mindenki rendben legyen, úgyhogy ezt a LKG nyugalmi LKG-t megcsináltuk tegnap. Ma már elkezdtük a terreléses vizsgálatokat, ami egy pályatesztből és egy spiroergometriai tesztből áll. Mind a kettőnél terhelés alatt szeretnénk látni, milyen paramétereket produkálnak a játékosok. Ez fontos lesz a felkészülés ide alatt, a következő 6 hétben, illetve a szezon alatt is fontos lesz, hogy monitorozni tudjuk a játékosok teljesítményét. Egy súlypont emelkedést tesz, amely a alsó test robbalékonyságát hivatott mérni, illetve leérkezésre és elugrásnál az aszimmetriát nézzük bal és jobb oldal között. Ha ott is van bármilyen eltérés, akkor azokat is próbáljuk orvosolni ebbe a felkészülési időszakban, amit csináltunk. Ezen kívül még egy gyorsasági tesztünk lesz, ahol 30 és 10 méteren nézzük meg a maximális sebességüket és a sprint idejüket, illetve majd még az edzőteremben lesznek maximális erőtesztek. Szív ultrahanggal zártuk az orvosi tesztrészt.